Giffoni Valle Piana. Parányi kis olaszváros Nápolytól délre, Salerno közelében. A térképen hiába keresnénk, nem találnánk rajta. Mindezek ellenére talán hihetetlennek tűnik, mégis itt rendezik meg a világ egyik legjelentősebb, nemzetközileg is elismert gyermekfilmfesztiválját. Forgatócsoportunknak sikerült megörökíteni a fesztivál néhány érdekes eseményét, és megszólaltatni a fesztivál néhány neves vendégét. Így próbálunk választ kapni arra, mi ennek a fesztiválnak a jelentősége, és hol tart ma a világban a gyermekfilmgyártás egyáltalán. Milyen a gyerekek és a film kapcsolata napjainkban. Il festival di Giffoni ha una storia tutta particolare. A Giffoni Film Festival története egészen különleges. Egészen más, mint a többi európai filmművészeti esemény. Ezt a különbséget néhány szóban is ki lehet fejezni. Nem valahol Olaszországban döntöttek úgy, hogy Giffoniban fesztivált rendeznek, hanem Giffoniban született a fesztivál 1971-ben. Egy fiatalokból álló csoport, akik rajongtak a moziért, elkezdtek rendezvényeket szervezni a gyerekek számára. Miért éppen a gyerekek számára? Azért, mert 20 évvel ezelőtt Giffoni el volt zárva azoktól a kommunikációs lehetőségektől, amik például a legközelebbi városban, Salernóban megtalálhatók voltak. Ezért nehéz volt kapcsolatokat kialakítani, beszélgetni és vitatkozni. Az egyetlen társadalmi kapcsolatteremtési lehetőséget a mozi nyújtotta, nekem is és másoknak is. Így már gyerekkorunk óta foglalkoztatott minket a gondolat, hogy nem akarunk elzárva élni. Így született ez a fesztivál, és így született az ötlet, hogy a gyerekfilmek iránt érdeklődjünk. Az első évtől kezdve a fesztiválba fektetett energia Giffoni saját energiája. Nincsenek idegenek. Tutte le energie culturali del festival sono energie di Giffoni. Cioè non abbiamo persone estranee. Ez a fontos, mert nem arról van szó, hogy felhívjuk a figyelmet egy különleges dologra, hanem arról, hogy a gyerekek számára készített mozi egy különleges együtthatás a rendezvény és a város között, amit Giffoninak hívnak. Szinte hihetetlen dolog. Nem úgy volt, hogy először szállodák épültek, és utánuk jött a fesztivál. Először megszületett a fesztivál, ami lassanként növekedett. Már 10 évvel ezelőtt is idézőjelben fontosabbak lehettünk volna. De azt akartuk, hogy a fesztivál lassan növekedjen, és hogy a város is lassan fejlődjön vele együtt. Csak 4 éve van szállodánk. De 10 év óta a város fejlődik, kiépítettük a kommunikációs eszközöket, utakat építettünk, de összességében lassan növekedtünk, nehogy mindez a fejünkre nőjön. Az volt az elv, hogy a fesztivál jelentősége ne szorítsa háttérbe a várost. Most a 20. rendezvénynél tartunk, sok és jelentős tapasztalattal a hátunk mögött. Még itt vannak azok a szervezők, akik az első fesztivált szervezték. De az a legszebb, hogy az egész szervezőgárda megújul minden évben. Az idei nézőkből, a zsűrikből lesznek a jövő év szervezői. Szerintem ez az egyik legérdekesebb jelenség. Yeah.
quasi un miracolo. Szinte csoda, hogy egy ilyen kis városban ilyen fontos dolgok történnek. Ez egy fontos esemény, és azt hiszem egész Európában ismert. Csoda, de nem először fordul elő. A kultúra nagy értékei közül sok vidéken és nem a nagyvárosokban fejlődött ki. Filmművészetünk szintén. Az olasz neorealizmus vidéken alakult ki, és szenvedélyesen mesélt a vidékről. Itt jött létre a híressé vált olasz filmművészet. Szerintem mindegy, hogy egy kisvárosról vagy nagyvárosról van szó. A legfontosabb, hogy tegyünk valamit a gyermekeknek szóló moziért. Ami engem illet, minden erőfeszítés nagyra becsülnék a gyermekfilmgyártás területén, és szívvel, lélekkel támogatnám, mert a mai világban nem nagyon törődnek a gyerekekkel és a gyermekfilmekkel. Lehet, hogy néhányan azt gondolják, hogy nincs elég pénz a gyermekfilmekre. Ez nem helyes, és szerintem az egész világnak kellene tenni valamit a gyermekfilmekért, és ez történik Giffoniban. Annak ellenére, hogy ez egy kisváros, fokozatosan egy nagyon fontos eseménnyé nőtte ki magát. Azok, akik idejönnek, talán komolyabban veszik a filmgyártást a gyerekek számára, és a jövőben még több filmet készítenek nekik. Számomra nem létezik kisváros, ha fesztiválról van szó. A lényeg az, hogy mennyire törődnek a fesztiválban. A harmadik alkalommal vagyok Giffoniban, és örömmel látom, hogy az emberek kiállnak a fesztiválért. Ez nagyon szép. Tetszik nekem is, a legszebb az egészben, hogy a zsűri gyerekekből áll. Ez az, ami különösen tetszik. Mi a véleménye arról, hogy ez a kisváros ilyen fontossá vált? Szerintem csodálatos. Azt hiszem, a gyerekek fontossága a döntő. Itt nekik készítik és mutatják be a filmeket, amikről ezek a kis emberek mondanak véleményt. Ezért ez egy nagyon fontos hely számukra, ahol vitatkozni lehet. Szerintem ez azt mutatja, hogy a legszebb virágok is nyílhatnak, és a legszebb fák is nőhetnek a legkisebb helyeken. És mivel önök Magyarországról jönnek, elmesélek egy rövid történetet. Azt hittem, hogy egy olyan kis városban vagyok, hogy senki nem tudja, hogy hol vagyok. Nem tudtam a szálloda nevét sem, amikor egyszer csak csörög a telefon, és Zsigmond Vilmos, az önök híres operatőre és az ő producere telefonál Amerikából, hogy szerepelnék-e a filmjükben. Azt kérdeztem, honnét tudják, hogy hol vagyok? Én magam sem tudom, hogy hol vagyok. Azt válaszolták, ó, mi művészek, mindig megtaláljuk egymást. Egy filmmodellt mutatunk be, talán az egyetlen ilyenfajta modell, amely képes arra, hogy minőségi legyen és a gyerekek világára koncentráljon. Nem fontos, hogy gyerekek legyenek a főszereplők, attól függetlenül, hogy sok jó minőségű film készül gyerekszereplőkkel, de ez nem alapvetően szükséges. A filmek, amelyek képesek felkelteni az érdeklődésüket, amelyek tudnak a gyerekek problémáiról beszélni, nem csak a gyerekek problémái. Például olyan komoly problémák, mint a válás, a háború. Ezek olyan filmek, amelyeket mindenki megnéz.
Azért érdekelnek bennünket az ilyen típusú filmek, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek át tudjanak élni egy mozi élményt, amely az őket legközelebbről érintő problémákkal foglalkozik. Megszületett és feljövőben van egy új társadalmi generáció. És szerintem az irány éppen az új gyerekek, az új társadalom felé vezet. Az ön filmjei általában felnőtteknek vagy gyerekeknek készülnek? Szerintem minden ember gyerek. Mi a fontos önnek, az, hogy a gyerekek körében kedvelt, vagy hogy a felnőttek szeretik a filmjeid? A gyerekek. Ez a legfontosabb dolog, amit szem előtt tartok. Thank you very much. Köszönöm. Oh, yes. Szerinted milyen filmek tetszenek a gyerekeknek? Szerintem nekem legalábbis a tudományos fantasztikus filmek, a kalandfilmek meg ilyesmik tetszenek, de az olyanok is, amelyek a gyerekek problémáiról szólnak az iskolában, a szülőkkel, a rokonokkal. Szerintem ezek is nagyon érdekesek. A gyerekeknek elsősorban a kalandfilmek, a tudományos fantasztikus filmek tetszenek, a felnőtteknek pedig azok a filmek, amelyek az ő problémáikkal foglalkoznak, ahol saját magukat láthatják. Nekünk pedig a szülők, a család, az iskolai problémák, a barátok meg minden ilyesmi a fontos. A filmjeimet soha nem egy bizonyos fajta embercsoportnak készítem. Nem gyerekeknek vagy felnőtteknek. Ez mindegy. A film üzenete, amit a történetben el szeretnék mondani, mindenkinek szól. Tudja, a televízió meg ilyesmi miatt. Már szinte mindenütt lehet videókazettákat venni. A felnőttek és a szülők is elfelejtették, hogy hogyan kell egy jó történetet mesélni a gyerekeknek. Ezért manapság majdnem az egész világon az emberek nincsenek már együtt. Csak a televízió vagy a videó előtt. Fontos, hogy visszatérjünk a meséléshez. Ez egy hagyomány. Nekem is fontos, hogy egy igazán jó történetet mondjak el a filmben. Akkor az emberek oda fognak figyelni rá. A gyerekek nem értik a felnőtteknek szóló filmeket. Nem értik a film jelentését. A gyermekfilmeknél viszont értik a mondani valót. Értenek minden szót. Szerintem a gyerekeknek ugyanolyan filmek kellenek, mint a felnőtteknek, csak arra kell vigyázni, hogy nekünk kell irányítani őket, mint szülőknek. A gyerekeknek szóló filmeknek ugyanolyan jónak kell lennie, mint a felnőtteknek szólóknak, ha nem jobbaknak. Ön szerint van különbség gyerekeknek, illetve felnőtteknek szóló filmek között? Remélem, hogy minőségben nincsen. Szerintem nem szabadna soha alábecsülni a gyerekeinket, és a legjobbat kellene adnunk nekik. Mert ők a reményteli jövő. De azt hiszem, hogy még tanulniuk kell, hogy kialakuljon véleményük, és még nem érettek ahhoz, hogy úgy ítéljenek meg dolgokat, mint a felnőttek. Ezért, amit a filmvásznon mutatunk nekik, nem szabad, hogy összevisszaság legyen. Nem szabad dicsőítenünk az erőszakot és a bűnt, mert ezeket nehéz megérteni még sok felnőtt számára is. Nem hiszem, hogy a felnőttek nagyon sokban különböznének a gyerekektől. Sok felnőttel találkoztam, akik úgy viselkednek, mint a gyerekek. Szerinted milyen filmek a legjobbak a gyerekeknek? Hát szerintem a gyerekeknek szóló filmeknek fantáziadúsnak, színesnek kell lenniük. Legyenek élvezetesek, és ne legyen bennük túl sok erőszak. Szerintem van különbség, mert a gyerekek problémái mások, mint a felnőttek problémái.
Nem hiszem, hogy túl sok dolgot kellene elmondanunk nekik a filmekben. Ha elmondunk valamit, annak nagyon finomnak és egyszerűnek kell lennie. Nem szabad meghatározni a gyerekeknek, tedd ezt vagy tedd azt, ez jó, az rossz. A mondani valót nem szabad úgy tálalni a gyerekeknek, hogy ne értsék, mit akarunk mondani. Child doesn't understand that this you want to say this to him. And the best way is a legjobb módszer, ha szórakoztatva és a kaland eszközeivel mondjuk el a mondani valónkat. In terms of adventure to say to him the things that you want to say. Azt hiszem, az a nagy különbség, hogy sok gyerek nem akar részévé válni a felnőttek világának. Egy külön világra van szükségük, csak saját maguknak. They need a special world for themselves. Each year between 50 to 60. Évente 50-60 játékfilmet készítünk Iránban. Közülük 3-5 kimondottan a gyerekek számára, és 2 évvel ezelőtt egy új módszert vezettek be a gyermekfilmek támogatására. És szerencsére idáig a gyermekfilmek sok pénzt hoztak. Ez azért van, mert nem csak a gyerekek jelentik a nézőközönséget, hiszen általában a szülőkkel együtt jönnek a moziba. A gyerekfilmek készítésénél az a legfontosabb, hogy a rendezők őszinték és becsületesek legyenek magukkal és a közönséggel szemben, mert mihelyt hazudnak a közönségnek, nem őszinték, ezt elsőként a gyerekek veszik észre. Aztán egyszerűen nem mennek el megnézni a filmet. De amíg őszinték és becsületesek vagyunk, bármit mondunk a gyerekeknek, elhiszik azt. Ez lehet számukra a világgal és a felnőttekkel való kommunikáció alapja. A felnőtteknek szóló filmek komolyabbak, vagyis nehezebbek, miközben a gyermekfilmek egyszerűbbek, oktatnak. Megtanítanak például arra, hogyan kell leküzdenünk egy veszélyt, vagy ilyesmiket. Szerintem a fiatalok nagyon felkészültek, intelligensek. Ez a generáció igazán belevaló. Így képesek arra, hogy bármilyen üzenetet megértsenek. Ha ez éppen olyan módon van megfogalmazva, amely helyes számukra. Léteznek gyerekek, illetve felnőtteknek szóló filmek? Szerintem csak jó és rossz filmek léteznek. Őszintén szólva nem hiszem, hogy létezik egy uralkodó kultúra. Nem hiszem, hogy léteznek manapság külön gyerek és külön felnőtt filmek. Megemlítem a saját tapasztalatomat. Úgy emlékszem magamra, hogy amikor kisfiú voltam, akkor is ugyanilyen gondolataim voltak. Talán ilyen érett is voltam, ugyanilyen elképzeléseim voltak. Amikor felnövünk, a gyerekek viselkedését a saját felfogásunk szerint értelmezzük. Amikor nem vagyunk már gyerekek, talán nem vagyunk olyan költőiek sem. És egy pillanatra el kellene gondolkodnunk a gyerekekről. Szerintem mindenki csodálkozva tapasztalta már, amikor egy kisgyereket elvitt egy felnőtteknek szóló filmre, egy kultúr vagy komoly filmre, és a gyerek véleménye helyes volt. Ezért szerintem meg kellene hallgatnunk a gyerekeket is. A gyerekfilmek nem lehetnek gyermekek, mert ha ebben a társadalomban rejtegetni való dolgok vannak, akkor ott hibázik valami. Perché questo significa un blocco alla crescita ulteriore. Se ci sono delle cose da nascondere in questa società, ci sono delle cose sbagliate. A filmek, amelyeket manapság a gyerekek számára készítenek, többnyire nagyon rossz filmek, mert azt akarják elhitetni a gyerekekkel és velünk felnőttekkel is, hogy az erő egyenlő az izmokkal és a fegyverekkel. Ami a gyerekeknek és nekünk is a legjobb, az olyan film, amely kézen fog bennünket, elindítja a fantáziánkat és kitálja a szívünket. És ez a fesztivál azért nagyon fontos, mert a gyerekek akarják ezeket a filmeket. És már olyan sok rossz filmet adtunk nekik, hogy elfelejtették, milyenek is voltak egykor.
Manapság a felnőtt filmek rossz értelemben gyerekesek. Így ma szerintem nincs különbség, egy igazán jó filmet ugyanúgy megnézhet egy gyerek, mint egy felnőtt. Gondoljon csak Vittorio de Sica-ra, Umberto Dire, vagy a Csoda Milánóbanra. Ezek is felnőtteknek készültek, de nincs olyan gyerek, aki akkoriban látta ezeket a filmeket, és ne úgy nőtt volna fel, hogy a világot jobban megértette. Szerintem éppen ma, amikor megnyílnak a határok, és az emberek úgy érzik, hogy egy újfajta szabadságot találnak, meg kellene értenünk, hogy egyáltalán mi is a szabadság. A szabadság választás. A szabadság a szeretetből való részesedésünk. És nem a kapitalizmus és hasonló dolgok, amelyekről azt hisszük, hogy az a szabadság. All these things that we sometimes believe freedom is. A fesztivál fennállásának kezdetétől fogva a zsűri mindig gyerekekből állt. Mert úgy találtuk helyesnek, hogy a nekik készült filmeket közvetlenül ők bírálják el. Nem hiszek a hivatalos zsűrikben, és nem hiszek a kis zsűrikben sem. Az igaz, hogy nehéz összehozni 140 gyereket Olaszország minden részéből és Európából is, mert ez sok problémát hordoz magában. De ez egy demokratikus zsűri. Nincsenek problémáik, nincsenek nehézségeik. Amikor a zsűri meghozza ítéletét, ez komoly ítélet. És azt a filmet választják, amelyiket akarják. A szavazás nem egy szobában történik, hanem egy moziteremben. Ezek fontos dolgok. A gyerekeknek érezni kell, hogy ők a fesztivál főszereplői, és minden megy magától. A filmek a gyerekeknek készülnek. Gyerekek a szervezők. A zsűri is gyerekekből áll. Nagy élmény megfigyelni, hogy milyen szenvedélyesen vitatkoznak a gyerekek. És kritizálják a filmeket. A filmbemutatók alatt is. Emlékszem egy kedves esetre, amikor egyik évben a gyerekeknek nem tetszett egy film. Erre fogták a széküket, és leültek a vetítőszoba elé, és a kezükkel hadonászva megakadályozták, hogy még egyszer levetítsék ezt a filmet. Drámai élmény volt, és láttam, hogy előtte mennyit vitatkoztak. A fesztivál azért fontos, mert Európából és más országokból is érkeznek ide gyerekek, és lehetőségük van arra, hogy elmondják az elképzeléseiket és szabadon beszéljenek. Saját véleményük alapján bírálhatják el a filmeket. Ez a fesztivál jelentősége, és szerintem jók a perspektívái. Én még nem voltam külföldön. Ez az első alkalom, hogy más országban vagyok. Nagyon egyszerű. Meg kell néznünk a filmeket, és utána szavazunk. Aztán szombaton megkapjuk a kártyákat, és számokkal kell szavaznunk 6-tól 10-ig. Nekem a mai film tetszett a legjobban. Nagyon szép film volt, mert arról szólt, hogy a mama és a papa elváltak, aztán a gyerek a mamával maradt, de aztán elment a papához, és a végén újra együtt lettek. Il bambino è stato con la mamma, però dopo è andato dal papa e così è finito. Possiamo vedere per prima. Elsőként láthatunk olyan filmeket, amelyeket máshol a gyerekek még nem láthatnak, és ez nagyon jó. E quindi è molto bello.
È una cosa bella partecipare perché... Nagyon jó dolog itt részt venni, mert minden délelőtt és délután filmeket nézünk, hogy aztán a fesztivál végén eldöntsük, melyik volt a legjobb. Helyes, hogy egy gyerekfilmet gyerekek ítéljenek meg. Még jobb, hogy a gyerekek külföldről is jönnek, mint itt. Nekem nagyon tetszett, hogy az albán gyerekek is elmondták a véleményüket. És hogy olyan őszintén beszéltek, anélkül, hogy a közönség befolyásolta volna őket. A fesztiválnak az is értéke, hogy összehasonlítja azokat az értékeket, amelyek egy év alatt születtek. Nekem nagyon tetszik, hogy ennek a fesztiválnak nincs olyan üzleti jellege, mint más fesztiváloknak az egész világon. Ez nekem nagyon tetszik. Amikor megjelenik a piac, az üzlet, a dolgok kissé megváltoznak. A 20. Giffoni Film Festival nagy díjának nyertese 1096 szavazattal a Tavaszi futam című olasz film. Rendezője Giacomo Campiotti, Olaszország. Nem csak egy vágányt ismerünk, ami előre, aztán meg hátra megy. Sok vágány van, ami Giffoniba visz. Mi az a helyes politika, amit a fesztiválnak folytatnia kell? Jól kell kiválasztani a filmeket, és aztán nem szabad becsukni a kapukat a fesztivál után. A bemutatott filmek forgalmazása a fesztivál kötelessége. Akkor is, ha ezt sokan nem csinálják.
Mint ahogy kötelességünk volt az is, hogy újra életre keltsünk egy mozit 400 millió befektetésével, mikor Olaszországban majdnem minden mozit bezárnak. Azt hiszem, hogy Európában talán egyedüli az a Giffoni vállalkozás, hogy közös erővel befektettek 400 millió lírát és újraélesztették a mozit. Minden felszerelést a közösség adta, a légkondicionálástól kezdve a székekig. Tehát, ahogy mondtam, a fesztiválnak követnie kell a filmek sorsát, amiket bemutatott. Az elmúlt években 16 közül legalább 5 film kereskedelmi forgalmazásra került, és nem csak Olaszországban, hanem egész Európában. Manapság sokat vitatkoznak Olaszországban a mozi és a televízió kapcsolatáról. Minket ezek a viták nem érdekelnek. Mi jó kapcsolatot akarunk mind a mozival, mind a televízióval. Noi vogliamo un buon rapporto col cinema, un buon rapporto con la televisione. Emlékszem, gyerekkoromban festő akartam lenni, és nagyon furcsa fákat festettem. A fák feketék voltak, és sárga és piros pöttyök voltak rajtuk. A felnőttek azt mondták, a fák nem ilyenek. Így nem lettem festő, mert hittem a felnőtteknek. A nagymamám látta a fáimat, és azt mondta, a fák olyanok, amilyeneknek te akarod őket, és te látod őket. Mert a fantázia és a felfedezés, amit gyerekként birtokolunk, a legjobb, ami a miénk lehet az életben. Ma már tudom, hogy igaza volt. Amikor már nem hittem, hogy festő lehetek, mert a fáim olyan furcsák voltak, arra gondoltam, hogy színésznő leszek. Mert amikor verset mondtam a felnőtteknek, mindig sírtak és nagyon szerettek engem. Azóta körülbelül 70 filmben sírtam én magam. És elmondhatom, hogy a színész foglalkozás talán a legszebb munka, amit el tudok képzelni. Ha már nem lehettem festő. Mert ez lehetővé teszi, hogy egész életünkben gyerekek maradjunk. És mindig a képzelet világában élhessünk. Egyetlen a trámmal, hogy